Különleges zenei élményben lehetett részük a Jászárok szállási fiataloknak. A Filharmónia Magyarország programsorozata részeként a napokban hangszerbemutatóval, zenei ismereteik bővítésével és egy mini koncerttel lehettek gazdagabbak a Petőfi Művelődési Házba érkezők. A három fiatal zenepedagógus, Bubla Bence, Pintér Róbert és Ábrahám Máté Hurral, dobbal, vonóval címmel tartott interaktív előadást. Ez a Filharmóniás koncertsorozat úgy gondolom, hogy egy nagyszerű lehetőség arra, hogy a fiatalokat és egy kicsit belevonjuk ezekbe a zenei húzásokba, tehát hogy egy együttes hogyan működik, illetve amit a tévében vagy a rádióban hallanak zenék, azok hogyan épülnek fel, mik ezek a modern zenei elemek, amik megszólalnak egy-egy videoklipben vagy egy modern zeneszámban, és hát erre hoztunk ugye különböző hangszereket, amiket ebben a stílusban használnak, és ezeket szeretnénk nekik bemutatni. Mindezek mellett bemutatójukat egy kis stílus ismerettel is megfűszerezték, de a legfontosabb ez alkalommal is az ismeretek átadása mellett a gyermekek zenei érdeklődésének felkeltése volt.